Ők mai nap is, mint rendesen 2:30-kor keltem, utána tisztálkodás után lejöttem 3 órára a dozsóba. Először nyújtás volt, utána különböző gyakorlások részben karddal, és utána 6 órakor kezdődött el az edzés. A szenszeinek a reggeli tréning a legfontosabb, ez már 60-70 éve űzi, és akkor a legjobbak a feltételek, és akkor így kezdődik minden nap. Rengeteg dolgot csinál, sétál, pihen, olvas, és egyéb, néha megvan még plusz edzés is, vagy a napközben. Tehát egy évben 364 nap az egyformán történik, egyedül a január 1-e az, ami különbözik a többitől, akkor nincs edzés, az összes többi nap az ugyanúgy 2:30-tól reggel 8-ig az edzéssel telik. My father farmer volt a apja. A ősök azok tulajdonképpen ugye szamuráj családot biztosítottak a szenszeinek, tehát szamuráj családból származik, és a erkölcsöt, a gondolkodást, azt mind a mai napig megőrizték, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szamuráj lélek, a szamuráj mentalitás az tovább öröklődjön, és ő ezt őrzi is, ezt a hagyományt. Önmagát megismerte, amíg él, ő tudja, hogy meddig fog élni, és amikor eljön az idő, akkor meg fog halni, de a szamuráj élet az biztosítja, hogy saját maga dönti el, hogy mit szeretne csinálni, és milyen módon, tehát saját magának az ura. Nincsenek szabályok, itt a lélek, a gondolkodás, a mentalitás az határozza meg a küzdő szellemiséget. Tehát ezek küzdő technikák, és nem sportokból fejlődött ki, ez nagyon fontos. Nincs fokozat, ugye a szensei alapította, és ő irányítja a Hikori út, és ebben ő nem akar magának fokozatot megjelölni, de hát ő a vezetője, alapító mestere. A Hikori út az maga az élet, az nem sport, ugye itt a birkózás, karate, judo, meg egyéb küzdő sportok, azok tényleg a sportnak a részét is, nyilván azoknak is van utcai része, de a Hikori út csak maga az életre nevel. Úgyhogy a szensei ezt próbálta hangsúlyozni, hogy a érmek, a dicsőség, meg egyéb dolgok, amit a sporttól kap, ez nagyon fontos, de ez nem elég. Itt maga az erkölcs és a küzdő szellemiség az nagyon fontos, és ezt hordozza magában a Hikori út. És ez ugye a mindennapi életre, az utcára ugyanúgy vonatkozik. A szenszeit nagyon sok országból megkeresik a világon, és tőle ugye elsősorban a busidónak az oktatását várják. Azt a japán kultúrát, amivel ma már nagyon kevés helyen találkozhatunk. Tehát itt a küzdősportoknál ez messze nem éri el azt a szintet, amit ugye ő képvisel. Myanmar, Philippines, Thai, so many countries request my visit.